A kényszeres az egész életmódot átalakító kontrollvesztett internetezés a függőségek között pár éve még új szindrómának számított. Ma már szinte nincs olyan család, amelyben ne lenne valaki a netrabja. Ez sokrétű jelenség, egyesek céltalanul böngésznek, mások közösségi portálokon élik az életüket, és akadnak olyanok, akik internetes játékoktól válnak függővé. A témával kapcsolatosan Szabó László, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár munkatársa nyíregyházi előadásában arról is beszélt, a betegség nem a számítógép vagy okostelefon előtt eltöltött időtől függ. Ha felülírjuk a hétköznapjainkat. Van mindenkinek egy időbeosztása. És most ha képzeljük el, hogy felülírjuk, tehát azt mondom, hogy nekem az online játék fontosabb, válik, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy prioritást fog élvezni a hétköznapi dolgokkal szemben, akkor ez már függőség. Teljesen mindegy az, hogy most egy óra, két óra, négy óra, nem így lehet behatárolni. Minden függőség olyan, hogy nem tudunk kilépni belőle. Beszéltünk a dohányzásról, beszéltünk az alkoholról, beszéltünk a drogokról, sok mindenről. Mindenki azt mondja, hogy én le tudom tenni a cigarettát, én le tudom tenni a poharat, és valójában mindenki csak mondja, de aki igazán függő, az nem képes erre. Az érintettek saját elhatározásukból képtelennek csökkenteni az internet használatot, tette hozzá Szabó László. A szakember elmondta, megvonás esetén elvonási tünetek is jelentkezhetnek, idegessé, depressziósá válhatnak az érintettek, mert úgy érzik, lemaradnak valamiről. Egyes felmérések szerint főként a kamaszok képtelenek hosszú időre eltávolodni az internettől, ezért pont nekik szólt a könyvtári előadás. Körülbelül 3-4 órát szoktam számítógépezni, leginkább játszok, vagy pedig beszélgetek. Telefonon azért azon is szoktam, úgy hát iskolai időszakban, hogy néha-néha szünetbe, de akkor is ilyen egy órát inkább, vagy összeszámolva a szünetekben. A könyvtári előadást az Internet Fiesta című rendezvény keretében szervezték, de a következő napokban több témában várják még az érdeklődőket. A könyvtáros kollégáknak köszönhetően megismerkedhetnek majd különböző elektronikus könyvtárakkal és adatbázisokkal, illetve hát a legnépszerűbb közösségi oldal, a Facebook közösségi médiával, közösségi oldallal ismerkedhetnek meg. Ennek a marketing jellegével, hogy az oldal segítségével miképpen tudjuk a szolgáltatásainkat népszerűsíteni. Az elektronikus könyvtárakról március 28-án 10 órától, a Facebookos reklámokról pedig 29-én szintén 10 órától tartanak előadást a megyei és városi könyvtárban.